We hid the dough from the bank at Polly's for the time being. Te buta fasztom, nem öltöztél át. Miért tudunk lebukni? Tudj, másnap csak ugyanúgy a ruhába, meg ugyanilyen fejjel sejtták. Bezek Póli átöltözött, nézd meg, hogy járt. Még jó, hogy nem öltöztünk át, különben minket is lelőttek volna. Megunt a versenypályás csávó, hogy olyan dísztok. Mi nem, engem pezzük, nem hívtál bankot rabolni, mi? Kerriba! Mi van, hogyha Sam a versenypályás csávó? Mi van, hogyha ő az őrból és csávó, tényleg, és csak... Csak háruhába volt, meg állarca volt. Meg álhája. Allah. I knew it. Tom, you're in deep shit. I wanted to warn Paulie. Salieri found out about the bank and decided he wasn't going to tolerate it. I didn't make it in time. Tom, you gotta disappear. I didn't make it in time. Kifutottam az időből. I didn't know it would be such a big deal. What should I do? Okay, okay. Nem el kell szint azért ez. Igen, igen. Ez egész jó fordítás volt. Elismerem, egész jó. Csak ez a mos. Igen, random szó lehagyások. Thank you. You know Polly is lying here in a million pieces. I don't know who else I could turn to. It's okay. I still owe you one. Thanks, Sam. Na, hiányzik, hogy nincs már itt az őrbód és csávó többé. Annyival több szerepe lehetett volna. Kérdezem, hogy én a Mafia 2-t rálapoztam volna. Hagyd békénpól! Nem tudsz szopni már, hallod? Hagyd békén! Ezt azért kapod, mert megittad a... Anyád, itt vannak a rendőrök. Ez azért kaptad, mert megittad a viszkimet. Ezek mindenképpen lőnek rám? Ne, igazából, hogyha elhúznál ide hamarabb, akkor nem lett volna az, hogy lőni fognak rá. Oké, hello. Tehát talán nem kéne leszoptattad Póli hulláját, és akkor nem jönni, akkor nem jönni. Nem szoptattam le Póli hulláját. Sose hittem volna, hogy valaki mondom ezt a mondatot. Meg kell várni, amíg elmennek, nem? Vagy valami ilyesmi. Hát én szerintem csak hívál lemész, azt kész. Hát meg jönnek fel a rendőrök. Nem tudom, mindig. Ennyi. Ráfi, adjál egy autót. Hát most is mi a fasznak kéne egyáltalán nekem autó? Semmihez. Nem, azért megcsinálom. Lukasztot kell kérni. Autót, mert jó. Nem tudjuk miért. Állj meg. Bazd meg akkor. Bazd meg még előtted. Ez elfordult. Visszem ezt. Töstbe újra, hát ha ugyanúgy jönnek az autók. Akkor Lukás Bertőnéhez. Ó, ezt az autó tetejeket van, sokkal gyorsabb, mint az enyém. Ezt itt. Ja, de most ő is ez a követős küldetés is lesz, ugye? Remélhetőleg igen. Igen. Az nem kellene nagyon gyorsan. Az meg úgyis gyalog kell menni. Én autóval csináltam. Én gyalog követtem, úgy hangulatosabb volt. Nem. Jó. Majd ezt én elrendtem. Hogy mi hangulatos és mi nem. Mit képzelsz, ki vagy te itt? Ki vagy te? Az, aki vagy az egész videót, ma mindent csinálsz. Ki vagy te? Te vagy az Attila. Attila. Mindjárt.
Á, még nem. Zsír. Ez csak egy gyalogos volt. Gyalogos járó. Gyalog. Ezért. Gyalogjáró rendőr. Hívják azt? A... Mi? Járőr. Gyalogos járőr, vagy mi a fasznak hívják. Gyalogos rendőrös. Rendőr. Rendőrös gyalog. Rendőrös rendőr. Rendes rendőr. Új, van, nem mentem 60 fölött. Zsír. Ja, várj, Yellow Pettyhez is be kell mennem, ugye? És bemehetek, és ajánlatos bemenni, mert hogy nem lesz fegyverem bősképpen. Yellow Pette. Pettefésze. Úristen, ez az utolsó küldetés. Ja, hamar véget ért. That's what she said. Mintha csak tegnap kezdtük volna. Mintha csak tegnap előtt kezdtük volna. Ja, várjál. Ennek örömére hozok egy kávét, mert egy picit életképtelennek érzem magamat jelen pillanatban. Ez azért van, mert életképtelen vagy. Ja, mondjuk ez jövős. Direkt megnéztem a wikin, úgyhogy meg lehet ölni Lukaszt. Meg? Meg. Na, azt írja, hogyan lehet megölni Lukaszt? Lelövöd! Utolsó küldetés előtt és utána is meg lehet ölni. Hát de amúgy mindig meg lehet ölni, és utána is lehet folytatni az ő küldetés, vagy nem? Elvileg szerintem minden küldetés után meg tudod ölni. Hogyha... Csak azt írják, hogy az utolsó misszió előtt, hogy utána. Meg szerintem bármikor meg lehet ölni. Igen, szerintem meg anyára egy kurva. Ne, nekem úgy örülök, hogy bármikor meg lehet ugye ölni, és csak akkor utána ugye nem ad többet, vagy meg végleg meghal, vagy nem tudom, faszom. Lehet, hogy újra feléled később. Nem szép pontosan, hol. Hó. De hát miért akarnánk mi bántani Luka? Kell egy kokunk van. Sárgás Pete. Meglátogatod a Sárgás Petet. Nem. Hát őt inkább, mint a izét. De Sárgás Pete. Miért? Hát mert sárgát a de hát miért így fordított? Nem tudom, az egykorú pít az olyan bunkó, vagy gépaszt. Lehetett volna az is, hogy sárga pít, vagy olyan, mint yellow pít, a sárgás pít az olyan, hogy csinálom. De ő jó arc. Ellentétben szemmel a két fakta. És régen vannak fegyverei, ugye? Szemmel semmi baj nincsen, sosem ártott még nekünk. Mártott még. Igen, nem. Akkor várjunk még egy pár percet, amíg úgy kérdezik. Szem egy cukorfalat. Gondolkodtál már azon, hogy lehet, hogy homoszexuális vagy, Feri? Mi az, hogy és nem gondolkodtam még rajta. Oh, nem is kell gondolkodnod. Be kell mennem az ajtón? Vagy mit kell csinálni? Vagy csak várni kell? Ebben kijön és akkor majd mész okay. Utána. Ah, igen, már jön is össze. Bár mindig gyalog mentem utána. Én nem. Még közel megy a villamos az autókhoz. Mivel talán az úton van a villamos? Sín. De akkor is. Hát nem veszélyes ez? Nem. De? Jari, tolod az emberek. Hát te menjél izgalmasabb autóval? Vágyam.
Könyögöm gázol, de nem bírom tovább. Akkor nem kapunk autót. Amúgy is kapunk autót, de nem tudjuk majd, hogy kell kinyitni ezt az autót, amit nem kapunk meg. Ennyire megérülünk ezt Bertoni küldetéseket csinálni, ez hihetetlen tényleg. Ez az egyetlen küldetés, aminek előtte kell megcsinálni a Duke Bertoni küldetés, nem pedig utána. Ja, mi tényleg? Vár előbb is a balkosnál is úgy volt, hogy először kellett a kocsi, ja, és tényleg, azt... Igen, vár, nem. Mondjuk, ez is igaz. Jó, valamilyen szinte mert... Nem az autó. De most megkapod azt, amit szerettél, azt a... Megkapod azt a narancssárga szart, amiben izék vannak. Ami igazából tök jó autó. Szar. Az jó autó, és szép is, tetszik. Igen, csak... Vagy mondjam... Szerintem a Silver Fletcher meg ezek azok inkább luxus autók, mint az inkább ilyen sport. Igen, az, nem, furcsa adtam is, hogy nem az az utolsó, meg nem ezek a... Amiket mostával kaptunk, hanem az a narancssárga. Azért kezdve a Silver Fletchernek, hogy az volt Morello autója, és akkor ez egy ilyen státuszt ad neki. Igen. Így meg ugye nem egy szvakkos lófas sem, mert eltudod lopni bárhonnan. Ja, érjél már oda lassan, te szar. Elkösi az utolsó Lukasz küldetés, ahhoz képest nem valami nehéz. Ha már Lukasz, nem valami. De ez az egyik legnehezebb küldetés, mert türelmesnek kell lenni. Ez érdekel, hogy lehet elbaszni, véletlenül megdobott téglával vagy valami. Véletlenül. Jó, bajban, bocsánat. Turestem volt. Véletlenül megölött. Véletlenül elbassza a villamos. Véletlenül az egészet. Jó. Meg villamossal. Megdobom egy villamos. Az a szar, hogyha ma hozzád basznak egy villamost. Az eléggé fáj. Ja. Lehet, hogy nem olyan jó. Lehet. Hogy hozzád basznak egy várost. Nem. Téged basznak a városhoz. Hozzád basznak egy basznak. Hozzád. Hozzád. Egy hozzád. Hozd, ha nem. Hozzád adnak egy várost. Város. 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 Drift! Bazd meg. Gyönyörű. Hittem. I found him for you, Lucas. He lives downtown on the corner of the street above the church. Fantastic. She didn't see you? No way. So where's this car? Sure. That you know what a used car dealership is in town? Up near Chinatown? Tudod, hol van ez a használt autó kereskedés? Igen. Na akkor menjél és vegyél egy autó. And how is it better than the old one? Performance, son. Eddie accelerated. Craig, haszontalan szerelőlük. Komolyan mondom, rosszabb, mint Ráfi, mert Ráfi legyen videadja az autót. Igazából belegondolom, most megölheted akkor már, nem? Aha. Tomi látta ezt a kék limuzit, tetszett, mi? Ha nekem is. Bárcsak lenne pénzem rá. Mit csinálsz neki, Tomi? Mert nem megy most. Nem lehet most megölni, elvég elmentette, úgyhogy mi meg lehet. Ezt érdemed, Luke, ez a szar küldetései miatt a geci. Elkezdett valaki. Jaj, de jó volt ez. Bírnám, hogy még egyszer kiírni, vagy nézd be Lukasz Bert A mindig. Rip Lukasz Berton. Bertoné. Bertoné. Bert van. Ó, oh, bazony, menjek ki a büdös picsába, Chinatownba. Jaj, jó.
egy útvaros de megéri. De úgy te belegondolom, most tulajdonképpen annyiban még átrajtébb, hogy odamész egy helyre. Tehát most teljesen feleslegesen elmész Chinatownba, hogy aztán visszamegy. De hogyha beszállsz, akkor utána megkapod az autót a garázsodba. Azért kell. Tehát miért? Már nincs is több játék utána, mi a fasznak? De freeride módból akkor ki tudod választani az autót, hogyha arra akarsz menni, igen. Nem tudom. Nem tudom mennyire éri meg, de mindegy. Hát egy unalmas küldetés után muszáj ellopni. És miért nem lehet másikat ellopni? Annyi jön veled szembe, miért nem lehet azok? Azt tudom, hogy néz ki, nem tudom melyik néz ki. Nem tudom melyik az, amelyik úgy néz ki. De ez az a narancssárga, aminek fekete a teteje. Ez. Azt a szart, hogy megkapni. Az. Amit ilyen csöves szarságok vannak benne. Várj, most ez poén lesz, hogyha azzal az autóval beállítok oda, várjál. Beálltok oda, és nem fog egy ugyanolyan autót. Attól függ, hogy vannak ilyen csöves szarságok benne, de azt... Itt van, nem az. Nem? Nem erre gondoltál? De, csak ez nem a turbós, amit elloptál. Ja, értem. Az olyan speciális. Akkor megyek és lopok egy turbót konkrétan. Megjövök ezzel, ez az autó nem ő, csak 150-nel tud menni. Ez 165-ig is felmegy, úgyhogy ezzel megyek. Tehát az életed veszélyben van, és akkor ilyen autókat lopkodsz még. Meg nőket követsz a városban, most miközben éppen meg kéne hallom. Igen, most tölték meg ezért, pólic, és akkor beszélni kéne szemmel, én pedig itt rohangálok autókat lopkodni össze-vissza. Meg nőket követsz hosszú órákon. Nem volt ez teljesen átgondolva szerintem ez a dolog, hogy még most is meglátogathatottuk ezt Bertoni. Na várjál, itt van valami trükk, hogy itt kutyák vannak. Amik problémát okozhatnak. Viszont, hogyha én előre lelőm a kutyákat, vagy... Na, van erre valami trükk, nem? Én nekem nem rémlik, milyen trükk van erre. Lőd le a faszba. Dobd meg gránátot. De azért beperelne a... Greenpeace. Én meg a Greenpeace, ha megkarapom. Ezzel van egy probléma. Hogy azok környezetvédők, nem állatvédők? Elfogyott a lőszerem. Mindenbe? Aha. Hát konkrétan egy darab pisztoly volt, nem abból is elfogyott, mert azzal öltem meg valakit. Ja, Lukász tényleg. Most el kell mennem Yellow Petéhez, hogy vegyek. És visszajönni ide a kocsi, és utána meg lemenni. Visszajönni ide, az Istennek a faszát. Várjál csak, hogyha betöltem ezt, és megölöm megint Luca Bertonit, akkor közelebb leszek hozzá. És el tudok menni fegyverért. Nem az, hogy ha tartogatod egy kis lőzet és nem ölöm meg Luca Bertolt, nem. Ha megölöm Luca Bertolt, az becsön. Az nem megoldás, hogy nem ölöm meg. Könyörög tesz Luca. Lőd le. Na most már minden golyó elfogyott, tehát már egy sincs. Na menjünk. Hogy? Mi? Mindegy, mert úgyis el kell menni Petéhez. Igen, úgy is menni kell Petéhez, de most tök mindegy, most... Jó, nem tök mindegy, de... Petefész a gyulladás! Te nyomoré! Nem tudom, miért, de nekem úgy tetszik ez a kifejezés. Szeretnél ilyet, Feri? Úristen! Szeretnél ilyet kapni, Feri? Ja, mi? Hogy mi? Igen. Nem mi, csak te. Nem figyeltem, de jó. Így fészek gyűlölök. Petefészek rák? Úristen. Fasz. Nincs dolgod máshol. Feri, miért vagy ilyen nyomorék? Mondd már meg. Hoppá. Amúgy igen. Ez engem is érdekelne. Ó, de érdekes a részkodás. Gyerünk, küzd. Szóval, hogy működik ez az autó, az egész logikátlan. Küzdj! Tlan, eldobom ezt a fegyver bucsikába, az meg fasznak kell egy kibaszott üléspisztoly, ott van, nesze. Kidobod a pisztolyt. Hát a fasznak kell, mondjuk, úgyis kapok új fegyvert. De úgyis kapsz bele lőszert, mert tudsz venni. Nem kapok bele lőszert, hanem konkrétan új fegyvert veszek. Majdnem ugyanaz. De nem ugyanaz. Ne. Te vagy, ez ki más lenne? Járj, de senki. Soha senki nem jön el. Milyen lepukkan az
Hello. És mégis mennyivel jobb fegyverkészletük van, mint Salieri-nek valaha is lesz. Geci! Probably rested in pieces, huh? So, a little job didn't wake up. It looks that way. So, you've been needing some weapons then, right? I see you never forget the business side of things. Of course not. Ekkor a karja van. Azért, mert a másik karjából kiszívta az energiát, a jobb karja. A jobb karja kiszívta az energiát a másik karjából, hogy ezért van ekkora jobb karja. Feláldozta a bal karját, hogy a jobb az kétszer vagy jobb. Milyen neked rajt? Jobbat tudod el. Yellow Karger. Sárga. Jaj, de rossz volt. Te még kurva egy karját. Akkor ami teste van. Nem vártam baját. Kurva egy karja van! És a másik nincs levágva, csak teljesen el van sorvadva, kb. 10 centi hosszú van. Mondom, Charlie, átment oda minden. Ilyen kurva egy karja van! Hát írt az egyik karja, és a kettőből csinált egyet. Egyébként ezeket is ki lehetne nyílni, csak nincs kellene pazarolni először. Na ezeket nem, ezek arcok. Arcok meg karok. Bertol azért megérdemelte, hogy... Legalább egy kurva egy kar. Na, hol van? Egy autó. Nincs sehol egy autó sem. Milyen kurva egy karja van? Ezt nem tudom feldolgozni. Szeretnéd, egy karja. Szeretnéd, hogyha egy akkora kar lenne benned, mi? Nem. Ugye, Feri? Az nem jó. Miért? Az fáj. De élveznéd, nem? Érdekes, hogy most, hogy bábozzon veled. Basz meg! Most ebbe belegondoltam, hogy... Nem kell belegondolni, azok valamiket kell mondani, ilyen egyszerű. Nem, tényleg nem. Ez meg! Ne borulj fel! Mert akkor meghalok. Jó. Ez a szarra felborult és kész véged. Nézzél, hozzáid a... tető a... vagy mi a faszom a... az aszfalt. Fejed tetője. Fejed hozzáid a... úthoz. Meg lesz! Az. Köszönöm ezt a... bonyolult mondatot, biztos nagyon nehéz lehetett kinyögni. Te tényleg, basz? De miért nem tudsz beszélni ma sem? Nem tudom, basz meg, de figyelni sem. Már régóta nem tudsz, már itt valami nagyobb gondolat. Már régóta nem tudsz beszélni ma sem. Figyelemhiányos rendellenes. De nem az, de mostanában nagyon nem gyász, hogy mennyire nem. Szedjél Ritalin. Igen. Igen, például. Nem. FHR-ed van, ez nem jó. Hm? Ez nem egy magazin? Ez nem egy magazin? Bazd meg ká! És még lassú is vagy. Igen. Ez ilyen sajnos. Ne csacsiszen. Bazd meg... Ó, te... Bazd meg! Amikor már... kezdem így elhagyogatni a Death Watch Cheese-ed csókokat. Jó van vicceket, akkor majd így... Jókokat. Jókolj meg. Jókolj meg. Akkor így már... baj van. Taj van. Ez nagyon rossz volt. Akkor már taj van. Jajjaj. Már majdnem olyan rosszak a szóvicceim, mint Wesnek. Erik, vagy hát Erik, Ed, hagyd már abba. Oda basztam magamnak a csészével. Megkettem a csészém.
Broken old church. Nem vicces. De. Szomorú. Egy picit olyan fajér szépen soha nem lesznek szarabok a tény, mikor ki kellett baszni konfba, már nem viselkedett. Csaj, múltkor én, aki ugyanolyan, majdnem ugyanolyan szarokat mond, még én voltam az, aki kibasztam konfba, mert annyira nem bírtam elviselni, olyan rosszakat mondom. Várj egyszer. Rettenetes volt. Ja, gyakran mond szarokat. Nekem meddig kell ahhoz gyakorolni, hogy olyan szarokat mondjak, mire kitesztek konfba? Nem tudom, én is sokat gyakorolok. Szerintem és ezek nem volt értelme. Nem tudom, mert nem igazán figyeltem a mondatot. Nem lehet ezen a szaron átlőni, vagy... Megkerítés! Hát nem az meg. És? És? Tényleg kell. Nekem szabad átlőni. Ez az, pont kifogytam. Rácsukod a kutyára. Jön a Benny Hill zene. Ajaj. Rendőrök. Lelőttél egy kutyát, ami meg akar tölni? Aj! Ugye ez milyen rossz? Hagyjatok, 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 nem vagyok itt, nem láttok engem. Kutyi. Tudjuk, hogy elkezdett feltörni, és a kutya meg nyomja. Ne lőj rám, ne lőj rám, mert eltöröm a lábad. Jó, oké, okay, menj. Pont ide. Vigyázz, kutyus. Bocsi. Kutya meg feltör egy másik autót. Igen, eltör egy autót, és utánam jön. Bazd meg! Au! Belegyel az picsába! Hagyjál meg én! Kurva! Életbe! Köcsög rendőrök! Lelőttem egy kutyát, most mindenki, az egész város szét akart tépni, bazd meg! Ez egy pontos kutya! Az volt a polgármester kutyája! Megölted Rexet, bazd meg! Kurva, én nézd, hogy szét akarok szedni, mert megöltem egy kutyát, hát nem hiszem el, hát a faszom van. Átgázolok három emberen, leszarják. Megölök egy kutyát, pisztolyjal rögtön rám támadnak. Ne pisztolyjal old meg. Dobd rá gránát. Verd. Ez az, 88 HP. Mindjárt meg fog dögleni itt a rendőrök miatt. De van egy tervem. Átgázolok 40 emberen. Először is. Ez egy jó volt. Gyorsan hajtottál. Azt leszerek, hogy átgázoltam 40 emberen, de gyorsan hajtottam. De gyorsan hagytál neked! Nézd a nyertéhez, hogy 50 fölött hagytasz át embereket! 60-nal kell legázolni őket, vagy kevesebbel is. Jogos. Most magas vasút! Na de így letérned az autó, de mi? Hallak vágba! Ó, csak nem magas vasútos lerázza. De jó, hogy most nem jön egy kurva marad se. Nekem sose tetszett, hogy nem tudtam így kimenni így a sineken így. Sokkal viccesebb lenne, így gyalogolni is lehet. Na erre jön a másik oldalról is. Akkor menjen azzal! Arra kell mennem, úgyhogy arra megyek. Be akarok először ugrani Luca Bertone hozzá azért a HP csomagért. Kell neked annyira az a HP? Igen! Ja, elfelejtettem nem az elveszállva. Na, megúsztam. Ne engedd leszállni ezt az embert, ó. De nem lehet, hogy átmegy rajta, nem lehet nem leszállni, engedni, hagyni. De azért nézed már, hogy szállsz fel az izére azt akkor ugyan valami fasz, azt akkor közél ott neked, hogy izé van. Képzelje, de hülye gyerek. Na. Nem azért, egy kicsit nehéz elképzelni, mivel kurvára nem volt értelme, és nem értem. Nem, értelme volt, csak nem használtam szavakat benne. Értelme volt, csak nem használtad az értelmét. Csak ugyanazt végig. Értelme volt, csak szar. Értelme volt, csak nem. Nem. Vedd meg azt az embert, mert itt egész hogy létezik. És cincs talált fel a játékot, és öld meg te. Fel van téve, de most ezért nem fogok beülni egy magas vasútra. Gondolj bele, most ott röhög rajta, de szar vagy, nem tudsz időni megölni, mert szar vagy. Ó. Ez elég szabad. Kedvem támadnak követni ezt az embert. Jó. Ezt is egyszer fogok csinálni, hogy követek embereket random ófiából. Megnézni, hogy hova mennek. Oké. Okay. Hát a találkozol az izével, kutyafejű emberrel. Van benne kutyafejű ember? Igen. Én azt még sose láttam. Én találkoztam vele egyszer. Pont az izénél, annál a bárnál, ahol szét kell verni a kocsikat. De ez csak free módon van, ugye? Vagy nem? Kicsoda?
Ja, az nem csak Remote van, ugye? Nem, az van rendesen, de csak glitch-el vagy. Glitch-el? Hát, hogy elvileg annak nem kéne benne lennie, de hát ilyen... És sose minden... láttam ezt, tényleg létezik ilyen? Igen. Hogyan hozod elő? Fogalmam sincs. Megnézem? Köszönjük, igen. Nézd meg Wikid és mondd el, hogy meg lehet-e ölni, és lesz-e mission failed után. Jó, csak még előbb megbaszom a nyelvet, de azt mondom. Én tudtam, hogy ideges lesz. Nem magyarázod? Megbassza, mit nem lehet ezen érteni? Megkúrja, megfaszom én. Jó, így már értem. Elvédes kurva hely lett. Anyád? Szerintem ő meg azt se tudja, hogy hova megy. Na mindegy, nem fogom követni, mert nem vagyok olyan, mint Feri. Pedig molesztálhatnád. Miért a képnek is tényleg van a kutya fejemben? Hogy néz ki? Milyen fasz? Jó, most próbáld elterelni a szót. Na, igen, mi? Hogy mi? Hát, nem hogy... molesztapó. Ja? Semmit nem érdem, hogy csak videók vannak, elvileg random meg lehet találni. Ah, nézd csak azt a csávot ott jobb oda. Oda szép. Ő tudja élvezni az életet. Igen. Moonwalk, miközben Ray-vel. Nagyon komoly. Kalapban? Fedora. Ez a kalap nagyon jól áll rajta. Fedora. Ez a kalap nagyon kalap rajta. Kalap. Tök menőn néz így ki. Fel, hogy az egyik keze nem is mozgul, mint a másik. Nem mozgatja. Basz meg. Ott egy árnyék meg a földön kúszott az előbb. Ó! Oh. Azt a baja van. Most a levegőben Google konkrétan. Levegőben levegő. Isten. Mindig a levegőben van. Editál. Mentoloste. Mentolos. Miért nem hagyod békén szegény? Mit tártok? Már én békén hagytam, mi ködjál mellé? Bántalmazod az embereket. Kusolján. Félek meg erről. Nyugodjál már le, attól megnyugszol. Ha? Még sosem láttam így a dolgokat. De! Te vagy tépve. Max grafika. Megint be vagyok lőve. De kell. Nem te! Ja? Akkor jó, te... Nils Dekker. Vagy Dekán? Dekán. De, az Dekán volt. Ó, Dekár. Ó, Dekán. Össze kell barátkoznunk aztán az emberrel. De én nem hallottam. Legközelebb meghívjuk. Valami köthető OC-hoz. Legközelebb meghívjuk videóba őt is. Mit írt? Valami... Hát ez a linket valami, írtad be? Szerintem valami holland, nem tudom. Igen, és kijött az, hogy... Bejött a Google-be, hogy pontosan. De én beírtam Google-be hogy... Én beírtam Google-be a linket, és tudod mi az első találat? A kibaszott link! Hát nekem nem. Nekem is megtaláltam. De ő valami nyomorék módon írta be szerintem. Vagy igen, mint valami elbaszott infótanár vagy. Sötét takony. Vagy egy ilyen bukán. Nem is Nils Dekán, csak simán Neil Dekán. Oh. A kurva Neil Dekán. Már megint kiadta? Persze, be tud, meg elő tudom hozni bármikor is tök. Hogy a f... Küldd el akkor a linket. Már most külön megnézem Neil Dekán. Nem. Azt írtad be, az linkemet írtad be, és azt adta ki, vagy mi? Igen! Küldd el azt a linket, amit tette azt a Google linket, ahogy te rákerestél. Tehát, hogy rákeres, és akkor azt a linket küldd el nekem. Utasítgatsz el nekem dolgokat. Ne ugassál, hanem küldj el! Te törjem a lábadat? Egy szét a lábad. Nem vagyok fönt Skype-on, várjál. De most átjött ki, hogy szerintem rosszul írtam be, nem így volt múltkor, mert múltkor egy találat jött csak ez. De most meg... Most meg ez jött ki. Ottan van. Mondom, ottan, nem ide akarom. Annyi konfan faszom, majd melyikbe kell küldeni? Itt van. Sikembe. Itten van. Na de jó, rendőr. Ó. Oh. Valamilyen azt gondoltam, hogy gyorsabb, hogyha időre nem kellett oda felülre. Gyorsabb, hát... Na legyen már hülye. De ki jön izé szándrászt állt is ki jön rá. Meg Proskrater. Skrater. Mi?
És itt van Neil Deccan, a másik tőle. Ennek örülök. És valami holland köcsög ez. Matt Neil Deccan and Anderen in mondtam én, hogy holland? Nem ezt mondtam, hogy holland? Mi a fasz? Rád pibáztam, hogy holland. Holland Neil Deccan. Tényleg? Aha. Az holland. Mondtam, hogy vagy csak gondoltam? Nem tudom, de biztos, hogy akartam mondani legalább, hogy ja, meghívjuk videóba, és akkor lehet kiderül, hogy holland vagy ilyesmi, nem is tudom magyarul. De a szűcsany ellen kellett beszélnünk. A holland az a fogyos néme. Hát ilyen halandzsa a nyelv. Lamember per. Nem, a holland az, amikor részegangolok. Amikor részegangolok úgy beszélnek németül, hogy amúgy nem tudnak. Így van. Lamember per. Hajdok Ich bin overcooler. Ó, most minek rakjak el autót, hogyha már nem is lenni a garázs? Mi a faszról beszél ez? Ich bin Jägermeister 2. Még elküldhetitek azt az autót Szalieri. Így egyet kipakoltam. A legdrágábbat vitt ki, azért se legyen náluk. Hát itt már nagyon nincsen semmi. Surprise! Csak pár százam. You weren't looking for that at Pauly's by chance. Pénz! Sam, what's going on? Nézd, hogy mennyi pénz van, pénzem van a Sully Richardnak, végre van pénz! Szétszor, vagy nem tudom, felváltott a bankba, vagy 10.000 forintot 500 forintosokra, és... Pénz nem fürdök, geci. Ne tapos rá, drága volt! Well, I was more the means to his death. Ez az egész család vagyon. I would never have expected this from you, Sam. Well, naiv vagyok, sose hittem volna, hogy ezt te csinálod. So killing off your partners is a big laugh? Maybe I should try it. It ain't bad, but you probably won't have time. Hogy tartja a kezét? It's never too late to start. Uh-huh. I guess honor's out of the picture. Honor's meaningless. This is business, and you've broken its unwritten rules many times over. Maybe I feel some pity. That's out of place in business. I didn't know. Tommy Matsikira is one pain. Really? You did what you wanted, Tom. You didn't kill Frank. You let that whore get away and then the bank. You can't do what you know is right because you don't know nothing. Hogy egy cigit menőbbnek akarok tűnni az utolsó jelenetben. The Don. Utolsó jelenetet, hát nem is, gyorsan meggyújtja. Sában nem működik az egygyújtó. Francois, itt van Tomi, Francois. Faszom, már jött Tomi, mit csinálj? The opinion of Don Salieri. Picsában nincs egy tüzem, Francois. Nem baj, úgy teszik, mint egy cigizni. And I agree with his opinion. Lehet, hogy meg sincs gyújtva. Don Salieri really liked you, Tom. And I did too. We'll cry together at the funeral. What's that? You poor bastard, Sam. I feel sorry for you. It's a pity you can't use that money. Oh, but don't worry. We'll give Sarah a little something. You know, single mothers don't have it easy these days. The Don will take care of her. He isn't as much of a monster as you think. Goodbye, Tom. It was nice knowing you. Take good care of him, boys. And please, don't make him suffer. He's my buddy. Boom! Yeah. So, akcióhős. Very akció. Más hős. Maki veri. Maki. Mac hős. Mondod, hogy mit keresne health pickup egy... hol is volt az? Ahol csodáltuk, hogy van. Bankba? Ja igen, bankba, és akkor meg mit keresne health pickup egy múzeumban? Tehát így... Már pedig van! Mit keresne health pickup akárhol? Kezdjük ott. De ezek ilyen elsősegély dobozkák. Ilyen kis szekrények, amiből ki lehet venni cuccokat. Mint ahogy Ká is mondta, van benne egy kép egészséges emberekről, meg egy alma. Tényleg ezt mondta? Igen, és ez az, amit nem hallottál és röhögtél, mert Feri is röhögött. Ja, aha, sír.
Ezen az első dolog, amit nem hallasz meg. Jó van már, na. Majdnem azt mondtam, hogy jó van, na már. Annak úgy nem lett volna sok értelme. Én megértettem volna azt is. Így se úgyse. Ja. Így se úgyse. Aki ilyen nappal, az legény. De hát végtére is nem a részvétel, hanem a fontos. Au. Mit auzol? Szara, ez egy fejhallgatója. Ó. Majdnem headsetet mondani, mondjuk az is helyes lett volna. Néha felrobban. Végül is. Elvileg rázza őt az áram, ugye? Hallok, és kurvára fele basz, egész nap csak a bal fülemmel hallok. Rázza az áram ilyenkor legalább? Nézd, átlóg a kező. Meg tudod lőni? Aha. Mármint nem a kezét lőttem, hanem a seggét. Ja? Seggéjét, de hogy tudtam lőni. És megfordult, akkor úgy belelőtt, hogy megfordult, akkor átlőtte a seggém. Seggába. Ez itt hülye, ha neked hirtelen valaki a segget belőne, te nem fordulnál meg, hogy mi a fasz? Nem, hanem megfordult. Mi a fasz? Te fasz egybe, ha segbe lőnek, te nyomorul vagy. Szó szerint mi a fasz? Segbe lőni. Hát azért fájna, hogyha segbe lőnik az ember, nem? Igen, ezért néznél hátra, hogy mi a hirtelen fájda a pofa. De ő vele szembe volt, és úgy lőtték meg a segét. Csak olyan lőtted meg Óci a segét, hogyha fel egy nézett most is ikre. Igen. Jó. Nem is a segét lőtted. Legfeljebb ott távozott a golyó. Miről is beszélünk? Jönnetek szokásairól. Jajó. Nem is arról beszélünk. Köszönek is szokásaim. Csak úgy jön magát. Azt a helyzet volt. Ezt kimondtam? Igen. Oh. Elég hangosan. Hát akkor bassza meg. Ó, azt hiszem, hogy ez egy gránát. Bassza meg. Az ott egy gránát? Én fegyvert szedtem fel, de gondolom faszba tudhattam volna. Hát nem volt már esélyem se elmenekülni onnan. Hiszem, hogy ennyi erővel még meg lehet csinálni. Csak majd szedem fel a fegyvert, nézem, hogy mit szedjek fel, és akkor látom, hogy a hátér ott van valami fekete. Mi az olyan, mint egy gránát. Bum! Rohadt életben. Azzal szemben középen van a orvosi szekrény, ahonnan ledobták a gránátot. Hol? Mi van? Ja, tudom, mire gondolsz. Csak oda egy körbe kell menni, hogy oda jut. Igen. Igen. Ott fel. Ott most szemben van az a szar, ahol lesz itt. Csak hát oda még mire eljutsz, addig még 60 embert itt meg kell ölni. 9 HP-n van. Itt lesz... itt lesz checkpoint. Mert igen, nem. Megoldható. Nem lesz. Csak akkor lesz, amikor már ott fenn a izé, ott körbe körül mentek és szemmel ölítek egymást. Oké. Okay. Majd akkor lesz. Hát osztatod a checkpointot. Én azt hittem lövöldöztök, nem verdítek egymást. Pedig te valami más verzióval játszottál. Volt egy pornó változatom a játékból. Ja. Az őrbút és rácnak is tök más szerepe volt. Micsoda? Semmi. És az időközben legendát csináltunk az őrbúdinál lévő srácból, aki ott van. Ja. Valamilyen nálunk úgy rémlik, hogy beleszeretett Tomiba meg ilyenek, de mindig. Még volt pálya. Szerintem most is úton van erre, hogy megmentsen minket. Szerelmesre kúrták magukat. Mi van? Semmi. Vagy? Jó vagy? Vagy. Most vagy valahol, vagy valahol. Inkább vagy, mint jól. Szű. Baj, de jó, pont most kell újra tölteni. Ez így gondosan becélszod, és akkor utána jó vagy. Semmi. Kurvára utálom, de ritkán akarok újra tölteni, mert ha újra töltök, akkor elveszítem azokat a golyokat, amik a tárban voltak. Come in, de jó. Hát ez egy jó dolog. Hát ez bazd meg, Feri. De hát ez azért, ez természetes, hogy mondják ezt, nem hülyéül. Miért nem lövött szét itt a képeket meg a szobrokat? Én mindent megsemmisítettem, mert annyira idegesített, hogy vannak. És porolni akarok először, kussolja. Én így elpusztítottam az egész múzeumot. Jó. Én nem. És úgy sokkal jobb. Hát Feri, de a te értelmi világod az egy másik univerzum. Azon csodálkozom, hogy nem akadtál el ebben a mondatban sehol. De igen, elakadtam. Megálltam gondolkozni kétszer is.
De nem annyira sokat, hogy feltűnőbb legyen, mint az, hogyha megakadsz a mondatban, nem tudom, mit akarok. Így? Pont így. Jó, szerint. De az, hogy én nem állok meg gondolkodni, nem amíg nem jut eszembe, mit akarok, mi hogy akarom folytatni, amit ott addig is beszélek. És próbálj szavakkal kitölteni az időt, hát, amíg nem jut eszembe. Próbálod menteni a helyzetet, de nem igazán megy. Ezért nem megy. Meg vigyázz a gránát. Köszönöm. Nincs, vigyázz az öklömre. Miért? Meg akarod a közönkeli? Fáj, ha belemegy a szemembe az öklömre. Igen. Igen. Megütközött. Anyád, hogy röhög. Nagyon buta. Ami szépet akartam mondani, ezért. Kicsit gondolkodnom kell. Nem nehéz szépet mondani, vagy nem könnyű szépet mondani róla. Most dobálk a gránátot mindjárt. Jó. Nem dobák? De dobák. Igen, ott van. Háá, most nem talált, nem talált. Gyökér. Hát meg. Ide be lehet jönni vajon? Nope. Szerintem minden zárva van. Nem minden, de legtöbb ajtó igen. Az meg! Csím, fejbe kaptak és lement egy csomó HP rögtön. Az meg! Na, hogy lebírtál egy kicsit. Isten! Tökre rossz helyre rakja a játék. 10 HP, jaj, de jó. Néha, tényleg ilyen. Néha gondol együtt a streames. Igen, streames megáll, de miért? Nem tudom. Nekem ritkán van ilyen. Néha gondol egyet, vagy nem gondol együtt. Ja, így gondol egyet, azt így basszom meg, és megáll. Ha elég szomorú. Nem hiszem el. Egyszerűen annyira szar a helyen van ez a... Ahogy felmegy a lépcsőn és mindenki minden irányból lő rád, egyszerűen lehetetlen. Már csomó HP-t osztottam az elején. Rattul idegesítő az a küldető. Úgy kéne odaütnöm, hogy szinte semmi HP-t nem veszítek. Mert nem mondjuk 50-et bukhatsz, mert ott ugye van ilyen láda. De nem tudok odáig el se jutni, bazd meg! Hát tudom, látom. Alapul az a szemétség, hogy milyen embertelenül rohadt sokan vannak. Hát az, hogy érted, kibaszod a lépcsőre, ahol kurvára semmi védelem nincs, és akkor minden irányból lőnek rám egyszerre. Talán az a legnehezebb rész az egész pályán itt, belegondolva. Mert tényleg semmi fedezéked nincs. Ezek amúgy, akik végig most a szalérik, szóval... Most így hirtelen van 180 meg 190 ember a családnak, de amúgy mindig te csinálsz dolgokat. Egész végig erre készültek. Ja, lehet, igen. Lehet, hogy csak ez egész egy álca volt, hogy ők csórók, és megjátszották közben, hogy tisztelek azok, és végig arra mentek ki, hogy engem csicskáztassanak, aztán meg megöljenek. Még lehet arra számítottak, hogy hát, ha megdög lesz a gecibe a folyamat során. Hát meghaltam egy párszor, csak újrakezdtem. Nem tudták, hogy van-e nekem, hogy újrakezdés. Hát jó, megszopták. Muták és nem értek rá. Butákok. Ugyanennyi lőszerem volt múltkor is, amikor itt jártam. Most szóltad el. Most fognak dobni egy gránát. Aztán összejövök. Utána lejönnek és megint levelezni kell rájuk. Az meg nem akartam vetődni.
Miután, amikor véletlenül betődök. Így kimész elégtök, értelmetlenül. Nem tudom, minek lehetett egy gombot rárakni, vagy valami, hogy ne véletlenül betődjön az ember. Csomószor betődök véletlenül, nem akarok. Most 95 HP-n van az egész tűzhető. Már nem kéne sokkal többet veszíteni. Én hiszek benned, menni fogok. Csak itt mi a taktika, itt semmit se lehet csinálni. Hát fel fogsz szaladni ott oldalt. Igen, az a legjobb. Mit is mondtál amúgy, hogy olyan fél órája? Szem, nem átetnek. Most se ő át nekünk. Nem. Szem csak ártott nekünk, szem egy rák. Szem a rák. Te nyomori. Szem egy mély nyakorát. Erre rák. Elkezdettem egy rákot, aminek szemfeje van. Nem tudom miért. Mert hülye vagy? Szemfogás? Ne szemétkedjünk vele, azért. De szem megállhatni. De ha szemtelenkedik. Szemed szemért, azt mondom. Szemérmetlen. Szemtengely felülés. Ez egyik a szemfüles poén volt. Szemtengely felülés. Ups. Szemrák! Véletlenül fütyültem. Véletlenül fütyültem. Itt megyek, megyek. Ups, véletlenül. Bocsi. Nem tudjuk tudni. Turettel van itt nyilván. Igen. Még oda nem megyek be. Jaj, van ez a játék, hogyha a Tominak Tourette-je lenne. Hasz! És Salier így mondja, hogy most akkor megöljük Morellot. Kurvány, kurvány! Ölök, hogy megismertem ezt a Salieri. Hasz szopó! Nagyon jó lenne. Tourette Mafia. És mindenki Ralph is ilyen lenne. Bazd meg! Én ennyire bírnám, hogy lenne egy ilyen utolsó telefonhívás, hogy rá felhív, és így Tomi Mizu van, rá te nem dadogsz, áh nem csak szopattal. Ha lesz utolsó hívás, akkor azt az őrbódés csávó fogja végezni. Én mindig is hittem benned. Vagy csak így felhív, hogy nem bírok tovább várni. Egy húszer csendem oda, ami. Tudod, igazából... Valamint csak a tiéd, nem leszek senki és sem. Ja. Nem is Salieri-nek hívják, hanem Turettoni vagy valami ilyesmit családjuk. Turettoni. Mi van, hogyha ott felmegyek a lépcsőn? Ott mi van fent? Szerintem ilyenkor még semmi. De nem tudom. Ez még semmi. Mert hogy ott van a... Mert azt nem arra kell majd menni, amikor vége lesz, de nem tudom. Ott van, ott van egy half pickup. De hogyha most itt elmegyek arra, akkor ott mit fog találni? Még nem fogom hirtelen triggerelni a végét, ugye? Hogyha itt ezen elmegyek el. Nem tudom. Én faszom. Hát nagyon régen nem játszottam. Elveg itt még másfele kéne üldöznöd szemet, szóval nem tudom mi lesz, hogyha erre jössz. Itt is semmi, bazd meg. Ő fog üldözni téged. Fasznak jöttem ide. Vagy szem fogja üldözni szemet. Szemet szemért. Az milyen kárcél lenne? Aha, meg vagyok. Ó, itt akkor felveszem a ládikó tartalmát. Megveszem az almámat. Meg megnézem az egész emberek képét és példát veszel róluk. Bazd meg! Ezt pont berobbantanak ott mögöttem, de nem sérültem meg, mert ment az animáció, hogy felvettem ezt a szart. Megpróbálom. Én tudod hányszor haltam meg amúgy ezen a részen, nem jár. Majd annyira elfejtettem, most is elfejtettem, hogy itt van még gránát. Halál egy Schubert Nordi kép volt az első segéddobozban. Itt most fel kell menni, vagy be kell menni az ajtón? Itt mi van az ajtó mögött? Nem fel kell menni, mert én úgy emlékszem, hogy az ajtón sosem mentem be. Valószínűleg zárva is van. Zárva van. De mégis ott van egy jel, hogy kinyithatod, de mintha mi a fasznak raknak oda ilyet. Nem kis lehet nyitni. Megpróbálhatod kinyitni. Tehetsz úgy, hogy a kép kinyitja. Bezzeg én egy kurva gránátot nem kaptam az egész játékban, most esett le. De legalább monotovot kap. Hiszen van, Pete-nél van, nem? Van.
Nem volt. Szerintem nem volt, ugye, hogy minden mindig elvettem. Csak molotovot kaptunk. Molotovot is csak egyszer kaptunk. Ja. Meg a granát az elég jó jött volna néha a játékban, nem értem miért nem tettek bele ilyet. Még a molotovot is elég érdekesen kell használni igazából. Itt erre kéne mennem? Nem. Én már emlékszem, nagyon régen játszott. Nem tudom, volt egy olyan része, ahol ilyen kanapék voltak, vagy mi a faszom, és akkor ott üldöztett szemet. Még pofázott is valamit hozzá, de az kimaradt eddig. De az hol a faszban van? Nem tudom. Majd megkeresem. Olyan volt, mint az az üres része, ahol mondtad, hogy vissza kell menni le mégiscsak. Itt lesz valami. Valamelyik ajtónk. Tehát, hogy kérlek, hogy voltál, csak amíg ugye ezek nem megadni, nem triggerelődik. Nem, itt valamelyik másik ajtón kell veszni, hogy bemenni szerintem, nem tudom. Ja, ajtó az biztos köll. Hát van itt egy pár. Errefele lesz talán valahol. Lehet, hogy megvan. Igen, megvan. Kaptam is egy pár. Beétesedett a képernyőm. Szóval itt is vannak. Tess. Csak már úgy, te szar. Bazd meg! Tudj már. Kurva sokan vannak. Ja. Eddig hol voltak ezek az emberek? Ja, eddig miért nem tudtak nekünk segíteni, bazd meg? Ők üntézték a családnak a mellékes bizniszeit. Ők vették el a gyerekektől a kajapénzt. És annyira fel... annyi sok... sokat grindolták ezt a kajapénz elvevést, hogy már ilyen OP-k lettek. Igen. Vagy most már akár a 6 évesekbe is be tudnak kötni. Lehet, hogy azért van fegyés, mert a gyerekek is elkezdtek pisztolyt fordani, aztán halomra ölték őket. Biztos volt egy kövér gyerek, aki így összeszervezte az ellenállás, azt így ilyen... Kövér gyerek, aki szervezze az ellenállás. Neki fontos, hogy legyen kajapén. Az neki nagyon fontos. Az se szavar, hogy nem lenne anyja meg apja, de kajapénz az élet. Ott ül egy ilyen hullákba készült trónunk. De azt is már félig megette. Ki vannak harapott darabok az emberekből. Á, dagadt a kiesztő. Egy nagy darab kenyerek vannak a földön. És még mindig nem volt checkpoint. Bizony. De az sem már azért lehetne, de nem. Kurvára nagyon elbaszták ezt, hogy ilyen kibaszott kevés checkpoint van benne. Szerintem ez ilyen süttyó húzás volt így a végére, hogy ezzel akarják nehezíteni. Hát de az egész játékban kurva kevés checkpoint van, tehát... Na jó, de hát egy ilyen résznél azért ez hosszabb, mint már nehezebb, mint a többi pálya. Hát jó, de... Bazd meg! Ajajajajajajajajaj. Hát ez nem igaz, onnan szitál elővezni. De nehogy, ne lőjön. Bassza meg magát. Fokon. 13 HP. Nincs sehol egy kibaszott feltöltő. Mi lenne, ha nem lenne több ellenfél? Ide kivezetett, bazd meg. Csak elég most kell ott fölmenni a lépcsőn, azt hiszem. Aha. És már ugye használtam ezt a szart, tehát... Megetted már az almádat.
13 HP-t, ez bukta. Azzal is meg lehet csinálni szemet, csak kurva nehezen. Meg lehet csinálni szemet. Meg lehet csinálni. Pedig, what? Neked tényleg az erőd, akkor jobban meg... Jó, hát most... Az ugyanúgy egy maffia volt, csak... Picit más volt. Tudod. Végül is... Igen... Mondjuk ez lehet, hogy igaz, de... Attól még nem teljesen ugyanaz az élmény. Itt nincs valahol egy felvevő, ilyen, ez ilyen HP, valami. Hát én nem nagyon hiszek ebben. It looks like you és én nem találtam itt soha egyet sem. Maybe you ought to change sides. It's still not over, Tom. De mentése van, hát annak lehet örülni. Milyen borzalmas lenne, ha itt nem lenne mentés. Salieri also double-crossed you. What are you talking about? We almost got killed because of those stupid cigars. Salieri knew that the job was risky. There were diamonds hidden between those cigars. He didn't want to give us a cut. That's why Pauly wanted to take the bank. Because he realized how Salieri was ripping us off. He told me about those diamonds, Tom. He only wanted to keep them secret so nobody knew where they were before he sold them. Besides, the diamonds have nothing to do with the fact that you didn't kill Frank. He broke the Omerta. Which is worse, Tom? How do you know I didn't kill Frank? You can blame it all on someone else you didn't kill. You're too human. She came back to the city, and we found her by accident. Damn it. Tom, you know you can't trust the dame. I can understand it isn't easy to kill your wife's best friend. Yeah, I should have done it for you. She also pleaded with me and cried. Well, we realized that we couldn't rely on you, so we checked up a little and found out about Frank. Sam, do you really think everything has to end like this? We still got a chance. There ain't no way back now, Tom. I'm sorry. Okay. Na, elsőre meg lesz. Amint kimondtad. Sam, nekünk soha nem okozott semmi gondot, Sam hasznos, Sam nem bánt minket. Hát most már okkal bánt minket. Igen, meg bűnös szardarab. Nem ölünk meg egy csomó embert, akit meg kellett volna, meg elmentünk bankot rabolni. Hát hogy képzeljük mi ezt? Ez így nem lesz meg. Nincs itt valami half pickup? Nincs. Nem tudom. Az a baj, nincs. Azonnal megöl. Hát ez így lehetetlen. Most komolyan felbukfenceztél a korlát? Azonnal megöl, egyszerűen nem tudom így megölni. Kész, ennyi volt. Most nem tölt újra. 3 HP. Random lelőtt, igen. Ez nem lesz meg. Hát ez... szép. De ugyanebben miért pisztolyod van egyébként, mi a fasz? Mert minden menő ember pisztolya a mászkát. Ha? Így van. De miért nem Tomzonna? Ez nem pisztoly. Az nem olyan menő. Ez nem menő a pisztoly. Nem, ezek hiába... Sokszor van ez, hogy hiába van nálad egy kibaszott... atombomba, vagy rakétavető, vagy bármi, amivel a félvilágot ki lehetne írtani. Bemész a szobába, jön az átvezető, és egy 9 mm-es kis ingeces pisztolya a mászke. Oszt. Jó az. Cérnek. Nem tudom így megcsinálni, egyszerűen azonnal itt megöl. Az egész úgy kell próbálni, hogy ilyen nem sorozatot lősz be, hanem csak egyet belelősz mindig, hogy ha eltáll, akkor utána még egyet belelősz, és itt szenvedni fog folyamatosan. De hogyha egyet belelök, rögtön átmegy a következő szarhoz. Hát így szaladgál mindig körbe-körbe. És nem tudok egyet se belőlni, mert azonnal lelő, amint meglát. Egy lövés és meghaltam. Szem erősebb lett ebben a patchben. Vagy nem, csak 13 HP-n van, bazd meg! Ja. Ja!
1 HP. Most nem kellett volna újra töltenem, mert most kevesebb lesz a tárba, mint eddig. Jó, meghaltam úgyis. Ez így lehetetlen. Nem, egyszer azonnal lelő, nem tudok mit csinálni vele, bazd meg. Ezen betehettek volna ide egy szekrényt, vagy feltehettek volna a HP-t, vagy bármi. Ne, basszad meg. A fasz képzelsz, hogy te jössz, kibaszott, nulla HP-val, bazd meg. Ilyen fő boss előtt nincsen HP-töltés, ez már elég kevés játék van, ami ezt megmeri csinálni. Igen, általában az ilyen budget kategóriások. Vagy legalább a felét visszatölthetném, az is elég jó lenne azért, de nem. Sehol nincs semmi, nem. Tehát, ha ide visszajönnék, itt se lesz a... Tehát nem fogja újra tölteni ezt a szart itt nekem. Felejtsem el. 13 HP van, meg kell, hogy oldjam. Ami azt jelenti, hogy egyszer meglő és meghaltam. Nagyon fair. Igazán sok esélyed van. De legalább véres volt a lépcső, szóval... Több mint a semmi. Jó, ez fantasztikus! Így már fél pozitív hozzáállás. Meg szép az öltönyöd is. De legalább nem tudna stunolni ezzel, hogy meglőd az meg. Mondjuk azt mondja, hogy igazából most jelenleg kb. Mindegy, mert úgyis megvan. Ha a micsoda folyta nem hasz bele az első lépésbe, akkor megstunol, és akkor a másodikba hasz bele. Mi ez a fejed, hogy csinált ki az összes disznót? Hát, ennyi van. Szem, az szem, annyi, szem annyi, hogy többet ér. Szem már több disznó. Szem már egy egész disznóvágás, unokatestvérestől, családostól. Vérestől. Vágástól. Mekkora egy kibaszott patkány mozdulat volt ez. Úgy látszik random. A sebzés ugyebár. De hát a fasz. Persze lő rám és meghalok azonnal. Talán keresztül. Mindenre felkúrult a pályá, ez hihetetlen. Megértem. Nem igazán fair. Finoman fogalmazza. Na most elég jó volt. Nem lesz elég jó még. Vagy igen? De, igen, most jó. Hát meg főleg, hogyha úgy izé getizik a játék, hogy kimegy a helyéről, meg ilyenek. És nagyon lassan megközelítedett a sarkot. Ilyenkor kellene, hogy gránát, így bevaszol a sarokba és odafutsz. Shotgun. Még ha lenne gránátom. Milyen fiáll lenne. Meg trénerre kipróbálom. Ah!
ez az. Nice. A Colt van nálad. Én valami nagyon erőlteti a Coltot ez a jelenet. Meg ugye az összes itt. Még a 600-at belelőttél, és még mindig semmi, még mindig tud mozogni. Hey, it's the same situation again, Tom. And once again, you can't decide. Damn it. A mocskos getva szem. Getva. Micsoda? Még mindig bírod? Én szemmel értek egyet, én... Hát te egy szar vagy. Hát tudom, hogy a játékban egy csalógenci módjára van itt a vége. Persze minden zene nélkül, hiszen YouTube. Á, igen. Pedig itt tök jó zene volt. De nem hallgathatjuk meg, mert... Salieri, I'll get you. He stood by you. You rat. You're dangerous, Tom. And Paulie? He's dead. He was sure that you wouldn't forgive his death. Oh, you're gonna have to hide. Like an outcast. And one day, they'll get you. All the same. Like Frank. They found him? You only lengthened his life. But in the end, they found him. All the same. And Frank was the Don's only real friend. Friendship ain't worth shit. Oh! És megtalálták Franket Európában. A családban semmi, a városban semmi hatalmattak amúgy, de Európában ti vettek a királyok. Igen, akárkit megtaláltak valakint, de itt nem. Meg a szomszéd utcában nem találtak meg, hogyha ott rejtezett volna el Frank. Ott volna a bárban is elfelejtek. Jaj. So it was you again, huh? You destroyed the picture collection worth a few million dollars? I wasn't planning on it, but somehow it worked out that way. Nem is pusztítottuk el semmilyen festménygyűjteményt, egyikkel sem volt semmi baj. I got out of there fast. It was no picnic. I really was in danger, but I pulled it off. I took the wife and daughter and immediately left the country. Sam was right. If they decided to find Frank in Europe and take revenge almost 5 years after he disappeared, they wouldn't let me just leave after betraying them. And you're willing to say all that you've now said to me in front of a court? Give evidence against all those men? Don't you think the situation will be a lot worse for you? What you're planning to do now isn't betrayal. It's more like treason. If these people go to jail, or better yet, death row, they won't be able to take revenge on me. At least not as easily as if they were free. I am willing to give evidence against them if you ensure our protection. And after the trial, a new identity for me, my wife, and my daughter. If we manage to pull it off, it'll be the biggest legal battle this country's ever seen. It's an interesting offer. I don't know if it's moral to help somebody like you, but I think the results will be worth it. I think we'll help you. Everything worked out until the legal case. Ott a kutya, akit meglőttél. And wrote down the evidence I had against the people I worked with. People I had been friends with for 10 years. The case was huge and caused a shock. Marcin úgy éltet kettet az Erbódés csávóval. Salieri got life. Csempészben neki leszem. De itt is öltönben van benne. The shortest sentence was 8 years. Nincs másik ruhája. I spent the whole time in a closed cell at a secret location. Vagy van, ez a taxis, az még van. I didn't see Sarah or my little friend. Olyan a teste akadta, hogy azon a kettőn kívül más nem megy rá. Nem lehet rá méretet kapni. Vagy mafiózó lesz, vagy taxis, ez a két lehetőség. We started a whole new life.
His peace was only interrupted by the war, but we got through it. És új életet kezdtek az őrbódés faszival. Ez ott átműtette magát. Igen, de ez egyetemen ő az, akivel együtt él. Mert így normális, így van happy end. Én sose értettem, amit fog történni. Mr. Angelo? Yes? Mr. Salieri sends his regards. You know, the world isn't run by the laws written on paper. It's run by people. Some people are the laws, others not. Miért mondta azt, hogy igen? Igen, tehát így mondta, hogy új személyiségek kapom, mint a Mr. Angelo, ügyön, hát bazd meg. Miért? Miért nem mondta azt, hogy igen? Mr. Angelo, igen, nem, bazd meg. Hogy ne? Szomorú járját és egy kiről. Csak egy csúnya ránéz, és hogy Mr. Angelo, és maga. Igen, nem. Ránéz, hogy megvakad az áldat, és akkor talán. Van az a fél. És akkor most hogy beszéljem, mert meghalt? Ezt nem értem. Annyira nem halt meg. Mondta fűbe, még rámogatja. Ilyen kubba szeregyen végülködik. End. Az Earthbound és csávó pedig örökké egyedül. És így láttuk a Mafia 2-ben főszereplőt is, ugye... hogy hívtak a másik? Joey-t. Joe. Aki, Joe-t, aki ugye most elintézték. Jó. És hát ugye... Credits zene nélkül, mire YouTube. Bevágják ide a zenét, nem tudom, lehet, hogy bevágják. Á, nem tudom, hogy... Ez nincsen ehhez élő zeném, az a baj. Valami pornós. Valami grindcore. Lukasz nincs felsorolva itt a szereplők között. Meghalt! De Yellow Fete meg ott van. De Lukasz nincs. Nem hiszem, hogy mondjuk orosz rap zene az nagyon élene ez alá, de mindegy, hagyjuk inkább. Ez videlájlik. Csak akarni kell. Akarni kell. Na akkor megy a szabad pálya extrém. Oh. Ez volt a végigjátszás, és... Feri most akkor elkezdi majd a szabadpálya extrémet végigjátszani a számítógépén. Tehát olyan nagyjából 1 FPS-re kell számítani 240p-ben. Olyan sokat ne ígérjünk már azért. Negatív 5 FPS-re. Igen. Az milyen? Visszafele fog menni lassan. Nem fog. Akkor nem. Úgyhogy remélem tetszett a végigjátszás. Hogyha nem, akkor megkeresünk és megölünk. Baszolassá. Majd megkérdezzük, hogy... Nektek. Megkérdezzük, hogy Mr. Angelo? Igen? Nem? Bazd meg! Mr. Salieri sends his regards. Akik nem tetszik, a Salieri hatalma által. És Mr. Salieri sends his regards, és akkor hozzuk egy hajszálat, és ezzel elkezdek csiklandani, mert nincs azóta, hogy csak ezt kapták. Nincs azóta, hogy csak ezt Ez nagyon hosszú ez a stáblista, mert nekem mennem kellene. Hát nem tudom mennyire hosszú. Remélem. Szerintem eléggé. Nyilvára. Szerintem röviden, mint a GTA-knak szokott lenni. Mindegy. Én elkezdek öltözködni, aztán... addig hagyom, hogy menjen. De úgy óceától a pucéron csinálja végig. Majd visszajövök elköszönni. Nem, amúgy ruhába vagyok, csak mennem kell valahol, úgyhogy... Most már nem baszol át. Én elköszönöm. Biztos jól áll neked a ruha. Ilyen virágos, ilyen egyberészes, vagy hogy mondják ezt, egyrészes. Egyberészes. Hát nem tudom, hogy mi a szakneve a női ruháknak. Nem vagyok sem stressz. Meleg, sem divattervező, sem... Ami ugyanezt. Igen, ezt akartam mondani, hogy minek teszek különbséget. Mondjuk igen. Nem vagyok sem. Meleg. A női divattervezők lehet, hogy nem melegek. Vagy? Vagy nem. Jó. Take 2 interaktíve. Take 2. Miben volt? Callingban volt talán egy...
csávó, akit Takénak hívtak, és nem tudtam, hogy miért mondják random, hogy ték, és aztán így, nem tudom, hogy utána esett le, hogy biztosan neve, és akkor valószínűleg Take nem ték. Take. Mit lehet? Take bácsi. Take bácsi, ték bácsi. Ték Dion. Hol láttam? Ez nagyon jó volt. Csacsat. Hiányozni fog a zőrbódés tag. Igen, rögtön hiányozni fog. Ed nem is tudja, hogy az OC-s tagot akartam mondani, bódés tag. Micsoda? Szóval bódés tag. Tomi között milyen szerelem szövődött, ezt Ed nem is tudja. Nem tudom, így igaz. Viszont... mindenki más viszont teljes mértékben megtudta, hogy mostanában rettentő pillanat. Rettentő pillanat? A faszom. Extra szabad pálya. Mi is volt ez hosszú stáblista? Igen, mindenki megtudta, hogy Ed mennyire nem figyel oda mostanában semmire, meg... Arra volt kurva életfaszára, hogy ilyenkor kell baszogatni, nem hiszem el a faszon. Egyszer, érted, itthon ülök egész kurva délután, lófasz nem csinálok, így pihenek, meg lustulok. Eldönteném, hogy akkor most csinálok valamit, legyen az akár tanulás, akár edzés, akár bármi, egyből elkezdenek baszgatni, meg... Szóval, ja, viszont ellenben mindenki megtudta, hogy az utóbbi időben... mennyire nem tudok odafigyelni semmire, és mennyire fogyatékos vagyok, és az a legszörnyűbb, hogy ez nem csak így ma van így, meg ilyenek, hanem az utóbbi nagyjából egy hét folyamán konstans. Miről beszélsz? Azért több az, mint egy hét. Nem. Miről van szó? Hát, hogy mennyire, ennyire sose voltam dekoncentrált. Ja, jó, oké, most állítom a felvételt, úgyhogy vissza.